200 szalma gyulladt ki Zalaváron. Az oltásra a alakorosi hivatásos tűzoltók vonultak ki hajnalban. A teljes terjedelmében égő rakatot már nem tudták megmenteni. A szomszédos kazlat védték, hogy ne terjedjen át a tűz. A kigyulladt bálákat felügyelet mellett égették. Erőgépekkel bontották szét a kazlat, hogy minél gyorsabban, ugyanakkor a környezetre legkevésbé ártalmasan égjenek el. A szalma szénarakat tárolás tűzvédelmi szempontból kockázatos. Gyújtogatás mellett villámcsapás vagy akár öngyulladás is okozhatja a tüzet. Száradás után ajánlott mielőbb betárolni a bálákat, ez csökkenti a tűzveszélyt.